Na hello, bello srácok, én Krisz vagyok, és ez pedig itt a Noob vs Minecraft Hardcore sorozat 11. része. Azt a 11 részen keresztül nem haltam meg ezt. Nem nagyon hiszem el, azt kell, hogy mondjam. Na jól van, itt is vagyunk, egy fincsiki szembe kamerával, és az előző részben ugye találtam 2 darab gyémántot, és ezzel megmentettem a sorozatot, ugyanis az volt a feladat, hogy találjak gyémántot, és találtam, úgyhogy pró voltam. Viszont az előző részben ugye találtunk még nagyon-nagyon izgalmas dolgokat a gyémánton kívül, mégpedig nem mást, mint például ilyen pillager tornyot, meg találtam sivatagi templomot, meg ilyesmiket, és oda szeretnék visszamenni, viszont ugye még szerintem nem az ebben a mai részben fogom azt megtenni, mert még elég gyenge vagyok, meg még nem biztos, hogy minden készen áll számomra. Hát ugye íjam sincs, meg ilyenek, és azért a pillager-öket ott a nyílpuskáikkal nem nagyon szeretném megtámadni íj nélkül. Ezért a mai részben azt terveztem, hogy fogom és keresek egy jó kis helyet, vagyis nem is biztos, hogy kell keresni, de megpróbálok valahova építeni egy kis házikót, és kell szereznem csirkéket, és kell szereznem tollat, hogy tudjak nyílveszőket gyártani, mert íjjal szeretnék rámenni a pillager-ökre, úgyhogy most össze kell szednem magam, és lehet megcsinálom az enchanting table-t is, és megpróbálok szerezni tehenet, és akkor még akár enchantolok is. Úgyhogy akkor fogjuk is, és valahova telepedjünk is le, ami valószínűleg nem lesz máshol, mint az előző részben volt egy hely, amire azt mondtam, hogy szerintem ez elég jó hely, és írjátok le, hogyha szerintetek oda telepedjek le, és írtátok egy páran, hogy szerintetek oda jó lenne letelepedni, úgyhogy akkor mindjárt megnézem a koordinátákat, és oda megyünk, és akkor oda építünk egy, hát nem házikót, de valamit. Majd mindjárt ott leszünk, és akkor majd meglátjuk, hogy mit építünk, jó? Oké, és na, akkor menjünk is le a vízparthoz, és pattanjunk be a csónakba. Tudhatjátok már páran az előző részből, hogy én ivágom most ezt a sorozatot már, plusz a terráriát is én vágom, most gyakorolom még a vágást, azt mondtátok, hogy egész jól vágok, vagyis hát nem olyan rosszul vágok. Én ennek örülök, hát figyeljetek, 2 videót vágtam eddig meg, ez lesz a harmadik, figyeljetek, valahol el kell kezdeni, nem? 36-1205, az a koordinátája annak a helynek. El kell kezdenem menni, 36, jó, most pont nem arra megyek. Igen, ebbe az irányba kell menni, hogy 36, mert a mínusz... Nem tudom, hogy mi lett abban a pillager toronyban, azt írjátok már le, srácok, hogy vannak-e jó cuccok abban a pillager toronyban, vagy ha vannak, akkor nagyon el kéne oda mennem. Az bizonyos. Vagyis hát a következő részben mindenféleképpen elmegyek oda, de hát azért úgy izgalmasabb, hogyha tudom, hogy milyen jó cuccok vannak ott. Úgyhogy nyugodtan írjátok le kommentbe. Meg a sivatagi templomba is, azt hiszem, ott van ilyen enchantos könyv, hát ha van valami jó kis mendinges könyv. Mendinges könyv lent benne, az nagyon durva lenne. Minusz 32 az volt. Ja, és 1200. Ja, akkor arra lesz. Arra lesz. Úgyhogy most gyorsan odaszaladok, és mikor odaértem, akkor jelentkezem. Vagyis hát most. Ez az most lesz, mert megvágom, és egyből van. Oké, és itt is vagyunk. Tényleg milyen jó hely ez, nem, srácok? Ott van velünk szembe a dzsungel, itt van körülöttünk mindenféle király. Dom, meg ilyenek. Gyorsan leszem az ágyamat, mert föl fog robbantani a creeper. Ide letelepedünk most egyenlőre. Nem biztos, hogy ez lesz a végleges letelepedési pozíció. Hát majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Az a lényeg, hogy most itt le kell telepednünk, és kell csirkéket szereznem, meg kell esetleg tehenet, megcsinálom az enchantolós table-t. Ott láttam is a folyó túloldalán csirkét, úgyhogy mindjárt át is megyek. Csak először szerintem csinálok egy chestet, ezeket innen kiütöm. Meg amúgy is kell mag, hogy ide vonzom a csirkét. Jó, ott is van a magom, jóban. Oké, és egész jó, kitisztítottam. Gyorsan csinálok szerintem. Ja, nem is kell chestet csinálnom, mert itt van. Mr. Zombie! Meghalt, te bérna! Kéne csinálni mind egy kerítést. És van fám? Hát akácián van, ha jó van. Oké, és csinálok egy pár akácia kerítést, és csinálok egy helyet, ahova be tudom tenni a csirkéket. Úgyhogy azt gyorsan megcsinálom, és akkor utána azt a csirkét, amit ott láttam a túloldalon, a folyó túloldalán, azt gyorsan levadászom. Ez most kavaly! Egy szaros
szaros kerítés hiányzik. És nem is azt így kell berakni? Oké, és... Hú, de várjatok, srácok, akkor így már ki is nagyíthatnánk egyel. Oké, és meg is építettük a kis... Hey, mit csinálsz? Na, meg is építettük a kis ketrecet a csirkéknek, és gyorsan hozok is egy csirkét. Nos, hol van a csónakom? Hol van a Ja, itt leparkolhattam. Jó, ott van. A magokat a kezembe kell venni gyorsan, hogy ide tudjam vonzani. Bepattanok a csónakba, és valahol ott láttam. Remélem ott van még. Hát mondjuk egy az nem elég, meg kell... Ott van! Ott van! Szia, csirke! Gyere! Gyere ide be! Ülj ide be! Ülj! Jó, oké, és beült, srácok! Beült, itt van mögöttem! Szia, csirke! Úgy foglak hívni, hogy... bólogatóka. Na, gyere bólogatóka, gyere. Gyere bólogatóka, gyere csak nyugodtan. Jössz már bólogatóka, na ja. Jó van. Lehet, hogy itt körbenézek ezen a dombon is. Hú, remélem, hogy találok még egy pár csirkét azért, mert jó lenne. Kéne valami... Jaj, kéne szőnyeg is. Ah, itt vannak is birkák, lehet, hogy csinálok. Van nálam vas? Ah, 16. Csinálok ilyen szőnyeget, mert szoktátok mondani, hogy az tök jó módszer arra, hogy bejussunk a karámba. Hé, nem szedtem egy szenet se. Ez nem volt komolyan. Ez megőrültem. Ujjúj, esik az eső. Nem szedtem szenet, akkor szenet is valahonnan kell szereznem. De először gyorsan szerezek egy csirkét. Ott a csirke? Az csirke? Aha, jó van. Oké, és na, akkor van két csirkém, szerintem abból el is kezdem, mert hogyha más nem, akkor a két videó között úgyis tudok. Hopps, de itt még van egy csomó. Na, a két videó között úgyis tudom szaporítani őket, szóval azzal nem lesz gond. Ó, azt a mennyi csirke! Menj, ez négy csirke! Wow! Négy csirkét találtam egyből, ezt nem is hiszem el. Na, akkor remélem, hogy tehenet is ilyen könnyen találok, és akkor gyorsan azoknak is csinálok egy karámot. És akkor a teheneket is szépen bekeretezem. Gyertek már! De miért ilyen lassan gyűjtök? Gyere! Na gyertek, csirkék! Jó van, ügyesek vagytok! Jó van! Oké, és megetetek mindenkit! Jó van, ügyes! Jó van! Remélem az összeset megetettem, de ha nem, akkor leszarom! Na, gyorsan vágok fát, hogy legyen még fám. A teheneknek csinálok ilyen izéből, ilyen oak tree-ből, mert most jó lesz ez. Fúj, ezeket a fákat úgy utálom, mert egyszerűen nem tudod kiszedni belőle az összes fát, mert mindig el van rejtve belőle plusz egy. Sose lehet a végére érni. De mindegy, ennyi fa már elég lesz, gyorsan oda a másik oldalra csinálok egy tehén kuckót. A teheneknek nagyobb ketrecre van szüksége, mint a csirkéknek? Szerintem nem nagyon, nem? Ha belegondoltok, igazából ugyanaz. Oké, és gyorsan itt van a kerítés, meg a kapu. Gyorsan lelakarom őket. Mikor lesz éjszaka? Ilyenkor lehet tudni valahogy, hogy mikor lesz éjszaka? Mert nem tudom. Oké, és azt a de profi vagyok saját. Csak úgy kiszámoltam, hogy mennyi kell. Oké, és leraktam a teheneknek is a ketrecet, akkor gyorsan fogom, és a teheneknek is. Vagy azt is gyűjtök tehenet. Búzát most jut eszembe, hogy még nem is kell nagyon csinálnom, mert ugye kiszedtük azt a rengeteg szalmabálát az előző részben. Mennyit is szedtem ki? Mindjárt megnézem. 57 szalmabálam van, srácok, és azt hiszem egy szalmabálából tudok szerezni 9 szalmát, szóval 57x9, az már is nyomom a matekot. Szóval 513 szalmánk van lehetségesen, úgyhogy soha nem fog elfogyni, úgyhogy abból bőven tudom etetni a teheneket is. Már hát csak kell találni teheneket, ez itt a nagy
Ez itt a nagy dolog. Úgyhogy gyorsan el is megyünk ide a mezőre, azt keresünk tehenet. Na, van itt eljön valamelyre? Jó napor, aló, aló. Mennyi könyves polccal is lehet a legjobb enchantokat csinálni, srácok? Írjátok már a kommentbe, és akkor két videó között megnézem, és akkor megpróbálok annyi tehenet tenyészteni, meg annyi bört szedni, hogy akkor azt meg tudjam csinálni, hogy a következő rész elején, akkor mielőtt megyünk megtámadni a gonoszokat, akkor fogom, és megcsinálom addigra a max könyvet, és akkor enchantolunk a rész elején. Hol van tehén? Kéne nekem tehén. Ó, az mi? Az mi ott? Azok mik? Nem látom. Ja, várja, van optifány. Ja, fű. Ha-ha-ha. Itt legyen egy tehén. Emögött a fa mögött. És emögött a fa mögött. Azt a francba így sincs, de itt már lesz. Á, francba víz. Áj, az majdnem tehén. De hogyha belegondoltok, a tehén is mi hány százalékba víz? 8 van? Mondjuk ennyi. 60? 60 százalékba víz. Szóval igazából találtunk 60 százalék tehenet. De hiába, mert nekem 100 százalék tehénre van szükségem. Na most már itt átment. Azt a rohadt, azért itt is vigyázni kell, mert jó, hogy most nem harcolunk ebbe a részbe, csak gyűjtögetünk, de amint látjátok, bármikor bajba kerülhet az ember. A lóból is lehet bört, nem? Csak nem lehet szaporítani lót. Az baj. Na jó van, srácok, akkor lehet, hogy rászánom magam, és fogom, és keresek bóttal. Te tehén vagy? Nem, te csirke vagy. Ezt nem hiszem el. Na jó van, srácok, megint mindjárt jelentkezek, ami most lesz azonnal, de keresnem kell egy tehenet. Úgyhogy, már is vagyok most azonnal. Na és itt is vagyok. Mondtam én, hogy azonnal fogok jönni. Na, srácok, itt is vannak a tehenek. Hoztam magam a szalmát? Igen, jó van. Itt is vannak a tehenek. Sziasztok, tehénkék. Ó, azt a kis tehén is van. Van itt minden. Ó, azt a... És nem is vagyunk olyan messze. Hé, hülye, miért nem jössz velem? Itt vannak búza a kezembe. És ott is vagyunk, szóval nem is vagyunk olyan messze. Itt át tudok menni? Ó, jó van, át tudok. Jó van. Ezek is ilyen lassúak, ezt nem hiszem el. A Mátéval a sorozatból disznót cipeltem be a bázisunkra. Ott tök gyors. A disznó tök gyors volt. Ez a csirke, meg ez a tehén, ezek olyan lassúak. Ezt a lúzereket nem hiszem el. Szedd már a tehén seggedet. Na jó van, akkor inkább megyek ilyen dög lassan. Mindjárt mutatom, hogy hol vagyunk, srácok. Ott vagyunk valamelyre, úgyhogy nem vagyunk messze. Már is megyek, és jelentkezem, amikor odaértünk. Azaz most! Na, ez az! És benn is vannak a ketrecben a tehenek, és a csirkék is. Ó, azt a rohadt, milyen jó aladok! Hölgye, mennyi csirke van már? 100 csilliárd biliárd csirke van már. A következő lépés az nem más, mint hogy lekraftolom az enchanting table-t. Úgy gyorsan lekraftolom. Hogy is kell enchanting table-t? Enca... Ott van. Encha. Ú, és egy könyvem... Az is volt nekem. Volt egy könyv is nálam. Oké, és akkor le is tudom kraftolni. Ó, azt a minden van nálam. És egy könyv is volt nálam, úgyhogy pont az is kellett. Yeah, baby. Oké, és akkor hova tegyem? Például. Nem tudom, lehet be kéne zárni, srácok. Nem tudom. Most így jól érzem magam itt kint. Most szerintem itt kint maradok. Jól tudom, hogy itt jöhetnek a szörnyek, meg minden, de próbálok mindig aludni egyből, és akkor nem jönnek szörnyek. Tegyem ide föl. Ez nem olyan jó. Hát teszem ide előre, nem? Ja. Csinálok egy kis lépcsőzdét. Oak planksből. Fölteszem az enchanting table-t. Júj! Ú, srácok, na, egy 1-től 7-es skálán mennyire értékelitek ezt az enchanting table elhelyezést? Én szerintem az egy 1-ből 7-es skálán simán 7. Nekem ez simán 7, egy 1-től 7-es skálán. Oké, és ezeket is beteszegetem ide most itt eszembe, mert úgyis kell majd, gondolom. Jól van. Na, gyorsan megetettem a teheneket. Mennyi? Hát egy pár szalmát azért magamhoz veszek. 57 szalma, gyertek, egyetek, kis tehénkék. Oké, és egyetek, jó van, ügyesek vagytok. Oké, és megetettem a csirkéket is újra. Ó, már megint lehet őket etetni. Jó, de jó. Még azon is gondolkoztam, srácok, hogy van nekem pókhálom. Szerintem pókhálom nincsen. Csinálok pecabotot, és azt is a két rész között pecázok egy kicsit, hogy hát ha fogok valami jó íjat, vagy ilyesmi. Azért szeretnék fölkészülni a pillager torony előtt, mert hát ki tudja, hogy mi vár rám. A csirkék is megvannak, meg a tehenek is megvannak, megvan az enchanting table is. Nem is tudom, hogy mire van még szükségem. Szerintem van szükségem vasra,
megvan szükségem pókhálóra, hogy tudjak csinálni pecabotot, úgyhogy akkor még szerintem ellátogatok egy barlangba ebben a részben, de gyorsan csinálok egy új pajzsot. Mármint, hogy nem, egy, hát nem úgy, hogy újat, hanem egy még egyet. Megint is van a pajzsom, gyorsan, akkor keresek még egy jó kis barlangot, szerintem ott lesz benne a falban, de nem biztos, de lehet, de mégse biztos, de hogyha esetleg igen, akkor nagyon örülni fogok neki, aztán talán mégis. Ott hagytam a csónakomat, ahol kiszálltam a teheneknél. Na mindegy, gyorsan oda szaladok, és akkor megyek csónakkal. Keresek egy jó kis barlangot, juhuhu! Jó van, srácok, biztos leszek benne, hogy itt fogunk egy jó kis barlangot találni, jújjúj. Hú, nincs nálam túl sok kaja. Ja, tényleg a tehenekből lesz kajám is, úgyhogy annak tökre örülni fogok, mert mindenem meg lesz. Hol a barlangom? Hol a beígért barlangom? Hey! Azta, hát nem itt. Dugoljál már, mert felrúglak. Na, hol van már egy barlang? Pakker, most itt eszembe. Hát az előző részt ezt azzal töltöttük, hogy kerestük a barlangot. Ó, az ott biztos, hogy lesz barlang. Srácok, nekem van orrom a barlang szimatoláshoz. 20 igen, számolok, és ott lesz a barlang. 1, 2, 7, 8, ez barlang? Nem lett barlang, mert még nem számoltam el 20-ig. Ha-ha-ha. 12, 13, 14, 18, 19, 20. Ó, azt itt is van a barlang. Ú, látjátok, milyen profi vagyok? Na, ez biztos hatalmas barlang lesz, mert én nagyon értek a barlangászáshoz. Na, most mi legyen? Jó van, srácok, ezzel éppen nem jártunk szerencsével, de ne aggódjatok, mert én ugye, mint mondtam, nagyon értek a barlangászáshoz, úgyhogy nem sokára itt lesz a következő barlang, mégpedig itt. Hia! Na jó van, akkor elmegyünk arra, elnézünk. Fölveszem ezeket a szeneket, mert úgyse vettem föl szenet, és az is kell nekem nagyon, mert ki kell sütnöm a vasaimat, meg hát amúgy azon gondolkozom, hogy lehet, hogy van elég vasam egy következő részhez, mert azért 15 vasam van, és ugye minden vértem, meg minden sapkám, meg mindenem azt fullos, úgyhogy igazából nem, nincs vas hiányom, igazából nincs vas hiányom, ha belegondoltok. Na van itt még szén, ó, azt a teli vagyunk szénnel. Na jó, van, akkor itt szenek szenet, srácok, mert ebbe a seedbe nem lehet barlangot találni egyszerűen. Azt az egyet találtam az előző részbe, azt is fél óra alatt, és az is a világ végén van. Szóval, jó, elviszem ezt a gravelt is, mert úgy is kell, mert kell csinálnom nyilvesszőt, és az kell a flint, vagy micsoda az. Hú, azt mondom, hogy ez elég jó az a hely, nem mondom. Tetszik, tetszik. Hops. Hops. Ugye? Ó! Ó! Az ugye? Az fa, srácok! Az egy mineshaft! Igen, ott a mineshaftnek a vége. Ó, és itt megy is le a barlang, jó van? Ú, nagyon jó, jó van. Jó van, srácok, itt le is tudunk menni a mineshafthez. Azt, teli leszünk. Ú, nagyon, nagyon ott leszünk. És itt megy is le a barlang. Is. Gyorsan kivilágítom ezt a barlangot, hogy nehogy meg tudjanak innen támadni. És akkor ránézünk a mineshaftre. Jó, itt nem volt semmi. Itt kiások, és megnézzük, hogy milyen magasan vagyunk most jelenleg. És? Hogy állunk? Ó, aztán még nagyon. Még nagyon magasan vagyunk. Ú, és sötétedik be! Gyorsan haza kell mennem! No, 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 no! Gyorsan, futás haza! Ááá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 
Haza kell érnem, nehogy oda teremjenek a szörnyek, és nem is fákjáztam ki. Áj, ez nagyon-nagyon őrület volt tőlem. Nem szabadott volna a szabad ég alatt aludnom. Futás! Jaj, ne teljesen besötétedett, fognak spawnolni a mobok. Van már mob? Ugye még nincs? Fel ne robbantsa a csirkéimet, meg a teheneimet, mert olyat kapnak, hogy beszarnak. Jó van, ide bejövünk a kikötőbe. Oké, és jó van. Na. Oké, és itt elé... Ops, ott vannak mobok. Várja, hallgassuk a creepert. Oké, és nincs creeper. Jó van, jó van, jó van. Megúsztuk. Hú, még időbe hazaértünk. Sajnos most már kifutottam az időből. A felvételi időből, úgyhogy a fort és a sivatagi templom után elmegyünk a Bamáncseftbe. Úgyhogy
most nagyon durva részek elé nézünk. Nem hiszem el, hogy mi fog történni, azt olyan lútjaink lesznek, hogy mi leszünk a lútkingek. Szóval akkor, srácok, ez a rész ennyi lett volna. Lehet, hogy egy kicsit rövidebb rész lett, mint a szokásos, de ilyen is kell néha, nem? Hát nem lehet mindig fél óráig ott ülni a videók előtt, nem? Ja, akkor ennyi lett volna, srácok. A teheneket meg a csirkéket etetni fogom, szaporítani fogom őket. Csinálok könyves polcokat az enchantolós table köré. Írjátok le, akkor ne felejtsétek el a kommentbe, hogy mennyi könyves polc kell az enchantolós table, az megpróbálok a következő részig annyit összeszedni. Hát itt leszek biztonságban, nem fogok meghalni, mert igazából annyit fogok csinálni, hogy itt etetgetem a cuccokat, meg vágom le. Igen, és akkor a következő részre tudunk enchantolni, és elmegyünk a fortba, meg hogyha lesz időnk, akkor a sivatagi templomba, és a következő rész utáni részben pedig elmegyünk abba a mindshapbe. Na ennyi lett volna, srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nagyon-nagyon-nagyon örülök. Aki nézi nekem ezt a sorozatot, azt annyira szeretem azt az embert, aki nézi nekem ezt a sorozatot, de aki most nézed ezt a sorozatot, én nagyon szeretlek téged. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted. És tudjátok mit? Mindig kérem, hogy lájkoljátok a videót, de most nem fogom kérni, mert annyira szeretlek titeket, hogy még azt sem akarom tőletek kérni, hogy lájkoljátok a videót. Ja, úgyhogy köszönöm szépen, és találkozunk a legközelebbi részben, ami nagyon izgalmas lesz, mert a fortba fogunk elmenni, vagy mi az, torony, vagy nem tudom, micsoda, úgyhogy hello!